95 éve, 1926. augusztus 23-án született Hernádi Gyula, Kossuth és József Attila díjas író, költő, dráma és forgatókönyvíró. Irodalmi pályafutását költőként kezdte. Számos visszautasítás után verseit 1954-től a Csillag, a Dunántúl és a Jelenkor is közölte. Prózaíróként 1959-ben debütált a hadifogsága élményeit feldolgozó Deszka Kolostor című elbeszéléskötettel. Ennek köszönhetően ismerkedett meg Jancsó Miklós filmrendezővel, akinek később állandó forgatókönyvírója, alkotótársa és barátja lett, egymás ötleteit támogatva dolgoztak. Első közös alkotásuk az Oldás és kötés volt. A rendszerváltozás előtti időkben mindkettejüket a szabadság hiánya, a kisemberek örökös elnyomatása foglalkoztatta, filmjeikben ezekre a kérdésekre igyekeztek választ keresni. Közös munkájuk sok más között az Így jöttem, a Szegény legények, a Csend és kiáltás, a Fényes szelek és a Még kér a nép. Közben az 1970-es évektől kezdve drámaíróként is bemutatkozott és színházi munkát is vállalt. 1970-ben a 25. Színház, 1979-től a Népszínház vezető dramaturgia, 1983 és 1985 között a Kecskeméti Katona József Színház művészeti vezetője volt. 2005. júliusában hunyt el.